A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét, ahogy azt már megszokhatták hétről hétre, napról napra. Igyekszünk ebben a műsorban érdekes embereket, emberi sorsokat, vagy közismert embereket egy kicsit más oldalukról megmutatni. És ahogy azt már így az elmúlt napokban tapasztalták, a leköszönő képviselőkkel készítünk ilyen portré beszélgetéseket ebben a műsorban. Sok szeretettel köszöntöm stúdiónkban Szigli Istvánt. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusztok, köszöntöm én is a nézőket. 30 év után búcsúzol el a képviselői munkától. Ez mennyire volt meghatározó az életedben ez a 30 év? Hát ki kéne számolni a korhoz, viszont nagyon meghatározó volt. Annál is inkább, mert ennek az időszaknak, illetve ennek a területnek már rég ismerője voltam, hisz ilyen gyerekkorom óta nagybátyámnak a szőlejébe, ahogy szokták ott mondani, jártunk ki rendszeresen. Tehát tudom azt is, hogy melyik részen volt éppen Akác, ahol ma családi házak vannak, vagy éppen meddig volt bitumenes út, vagy köves út, és onnan meg már tengeri erősár. Tehát meghatározó. Ugye én Fősóváron születtem, ott éltem nagy részt, és én szoktam meg a legkevésbé ezt a helyet. Ragaszkodtam nagyon ehhez a fősővási részhez, de végül is most már az egész család szinte oda született, és ott éltük le az életünk nagy részét. Tehát akkor kialakult azért a kötődés a terület iránt? Természetesen, tehát otthon érezzük magunkat bőséggel. Annyiba előnyös volt ez, ahol mi lakunk, hogy végig kellett az egész városrészen haladni ahhoz, hogy hazaérjél. Tehát minden mozzanatot szinte észrevettél, ha valami történt, amire reagálni kellett, vagy éppen örömet okozott. Nem titok, hogy azért ezekben az esztendőkben, ezekben az években hatalmas változáson ment keresztül a terület. Ezt mondjuk én is személyesen tapasztaltam, hiszen nem titok, hogy én is szárazréti lány vagyok. Tehát, hogy tényleg óriásit változott a terület. Igen, nagyot változott. Te, mint szárazréti lány, azt megélhetted, hogy késő tavasszal lehetett csak a kertbe kijutni, hát mert akkora víz volt. Meg a pincékben is talajvíz problémák voltak. Nagyon nagy előnye lett a városrésznek az összközmű kiépítése. Vele együtt egy portalanított útrészek alakultak ki, amik még ma is funkcionálnak, bár ráférne a felújítás. Sokat változott, mert hát most ilyen lesajnált városrészként kezelték. Ugye első helyen volt a családi házas övezetek közül az Öreghegy, és talán még a Maroshegynek egy része, és akkor következő Fősőváros, az természetesen ebben a sorban jó helyen volt, de maga a szárazrét, hát úgy is hívták ezt, hogy a szegényeknek a szőllei voltak ezeken a vidékeken. Nagyon kis ős lakosság volt, tehát gyakorlatilag mindenki abban a hitben volt, hogy az a kis egyszerű tornátos, vagy éppen sima nyeregtetős, hosszú házak, azok jelentik a szárazrétet. És volt olyan vezetője a városnak még a 70-es években, aki úgy fogalmazott, ezt már többször leírták, elmondtuk, hogy a Gaján túl nincs élet. Pedig volt. Volt élet, meg lett még komolyabb élet, és ez én úgy gondolom, hogy először úgy hívtuk ezt az egész részt, hogy a mi kis falunk, talán emlékszel, ilyen jelzők voltak,
Most legújabban azt mondjuk, hogy város a városban. Tehát egy olyan szintre sikerült följönni, ami egy igazi városi légkört biztosít az ott élőknek a mindennapokban, és mondhatom azt, hogy nem egy alvó városrész, mert cselekvő emberek vannak, akik nem csak hazamennek aludni, és ott majd másnap reggel indulnak, hanem szórakoznak a közösségi házba, bővült az óvoda, lett orvosi rendelő, mert az se volt, talán arra is emlékszel, felújítottuk a katolikus templomot, bővült a hídgyülekezetnek a bázisa, most épp a bölcsőde befejezése előtt vagyunk, a 28-os bölcsőde. Tehát gyakorlatilag egy olyan körülményt sikerült kialakítani, buszközlekedés egy jelentős része volt az egésznek, olyan körülményt, hogy hát úgy is szoktuk fogalmazni, hogy egy élhető városrész lett az egészből. A hiányosságaival együtt, például a körforgalom problémája, de ez sajnos a legnagyobb probléma, itt azért megjegyezném, hogy nem csak Fehérvár problémája, hiszen egy országos csomópont, útcsomópont van, tehát akik Veszprém irányából érkeznek, azok ezt a részt használják. Ugyanakkor az is elmondhat, hogy már a kezdetén is azért ott egy összetartó közösség volt. Én még emlékszem, hogy milyen volt az utcán focizni a gyerekekkel, a családok igen. Összejártak, tehát hogy azért ez is jellemző volt, gondolom ezért is szeretted meg talán. Igen, a jellemzően nagyon jó közösségek voltak. Gyakran voltak utcák közötti futballbajnokságok, és nem véletlenül kezdődött, azt hiszem, ha jól tudom, 96-ba, egy majális sorozat, ami most már egy kicsit úgy elhalt. Más volt a jellege, ilyen poros út mellett állítottuk fel a főzőhelyeket, ott voltak a kis játékok, programok, és önmagunkba elszórakoztunk, kóstolgattuk egymás ennivalóját, főztét, és ez valóban egy közösséggé alakította ezt a városrészt. Most sokat változott, hát nem sokat, de jelentősebb változáson ment keresztül, hisz sokan költöznek olyanok, akik egy más életformához voltak szokva, és azt az életformát hozták magukkal. És én úgy gondolom, hogy ezért egy kicsit a közösségépítés, hát egy nem mély ponton van, de van mit tenni ez ügyben. Hát éven megnövekedett a lakosság szám is bőven, hiszen társasházak épültek, és azért kinőtte magát. Igen. 6000 fő kinőtte magát, így ahogy mondod, és sokakat zavar, hogy ezek a hosszabb, nagyobb telkeken 4-es társasházak épülnek, pedig logikus, mert mit csinálnának az hatalmas telkekkel, és mindenkinek jut egy kis földdarab ahhoz, hogy kiüljön a teraszra, vagy beálljon az autójával, és egy kis zöld felület. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, amikor ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy 500 négyzetméterenként épülhet egy házikó egy ilyen területen, és ezt hát többségében betartják ezeket, és látszik is a terjeszkedésbe is, ami a régen a Sajó utca volt a utolsó utca. A kedves anyósom mindig azt mondta, hogy a Jusszélen lakunk. Most már a Körösi út, úgymond a Jusszél, de már az sem igazából. Mindig is politikusnak készültél, vagy ez hogy jött az életedbe? Nem készültem annak, de belecsöppentem. Én a sportterületén alkottam, próbálkoztam, már a videótonos időszakban is, amikor vállalatnál a tömegsportfelelős voltam, és akkor onnan indultam el a TF-re, elvégeztem a sportszervezői szakot. Inkább úgy mondanám, hogy a szervezésből eredő életmód kötődött hozzám, hogy mindig valamit megalkotni, valamit megszervezni a közösségnek, még esetleg a családon belül is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez így indult, illetve
A legutóbb jelent meg egy írás, ahol nem tettem félre ezt a gondolatot, hogy mozgalmi ember is voltam annak idején. A sporttal foglalkoztam ott is, és így kötődik egyébként a Fehérvár Televízió. A Fehérvár televízió is kötődik hozzá, ez mindig annak idején a Sipi irodájában is sokat beszélgettünk erről. Igen, tehát gyakorlatilag az MHS-nek az a hátsó épület szárnya lett az első úgy használhatónak tűnő stúdió. Hát majdnem az állásomba került, de vállaltam, és hozzátartozik a történethez, hogy akkor egy hát ilyen megyei szintű nagy embert meghívtak a Sipiék egy beszélgetésre. Egy olyan egy hónapnyi gondolkodási idő után vállalta a beszélgetést ott ebbe a újonnan alakult stúdióba, és onnantól kezdve nem mert már senki se mást mondani, hogy nem kell ez ide, kellett. Mikor indultál el először egyéni képviselőként? Egyéni képviselőként 1990-ben, mindjárt rendszerváltás után, harmadik helyen végeztem függetlenként, az első helyen egy fideszes fiú, második helyen egy MDF-es, a dr. Gárd György, és én lettem a harmadik. És abban maradtunk a Gárd Gyuri barátommal, hogy visszalépek a javára, hogy be tudjon jutni a képviselőtestületbe, és ő bekerült 90-be, és 94-be alkották meg azt a törvényt, mert szerint a közalkalmazottak nem lehettek tovább képviselők, és akkor hát úgy viszont keresett a Gyuri is, tehát a Gárd Gyuri, de elsősorban Kovács Ignác, a Náci bácsi, a Kisgazdapárt akkori elnöke, aki úgy fogalmazott, ugye említettem a mozgalmi ügyet, hogy nem érdekel, hogy mit csináltál, hol csináltad, ismerem a anyádat, apádat, az egész fősővárosi famíliád, gyere közénk. De mondom, hát próbáld egyeztetni a többiekkel is az úgynevezett polgári koalícióval leegyeztetve, és így kerültem 94-be. Egy ilyen véletlen találkozás volt a főutcán a Náci bácsival, és ő szólított le ezügybe. Így kerültem 94-be be, hát napjainkig. Mi volt az elképzelésed, hogy mit kell itt megvalósítani? Mert nyilván azért, aki látja Szárazrét, Fekete egy fejlődését, az azért látja, hogy azért ez tudatosan volt felépítve, gondolom én. Mindig úgy próbáltuk megfogalmazni a célokat, meg én is ezáltal a saját céljaimat, hogy legyen meg az összközmű, tehát olyan feltételt megteremteni, ami ne azzal teljék az idő, hogy a szippantós autóst kell lesni, hogy mikor viszi el a szennyvíz részeket, hanem valóban meg használhatóvá váljanak a kertek, a területek, mert nem csak azért települtek néhányan ki, vagy többen ki, hogy ott lakjanak az út mellett egy házba, hanem műveljék a területet. Tehát úgy gondoltam, hogy egy olyan feltételt kell megteremteni, ami alapján, amire lehet alapozni, tehát amikor kész az összközműved, legyen utad, legyen világításod. Elsők között volt a világítás kiépítésben, hogy minden oszlopra került világítótest. Igaz, hogy nem a legfényesebb lámpatestekkel, de volt világítás. Legyen minden második utcában legalább járda. Legyen buszközlekedés, mert aki ismerte, vagy talán még te is emlékszel persze, rá. Persze, én mindig néztük a buszokat. A Mólig közlekedett a busz, de oda sem mindig, inkább a SIM ABC-nek hívtuk ott a részt. Odáig közlekedett, hogy legyen buszközlekedés, akkor elment a Sajó utca végéig egy fordulóval, tehát egy forduló kialakítással a busz. Utána pedig a Varvasovszki Tihamérrel dolgoztam együtt, és feltételem volt, hogy az együttműködésnek többek között, hogy bővítsük a buszhálózatot, csináljunk egy belső körjáratot, mert ugye a busz, nem mindegy, hogy milyen a buszközlekedésed, hogy mennyit kell rá gyalogolnod. Tehát úgy szoktuk mindig mondani, hogy
csökkentsük a rágyaloglási távolságot, és úgy gondoljuk végig a közlekedésünket. Tehát mindezek így szépen lassan épülgettek föl. Ugye akkor említettem, hogy az orvosi rendelőt nagy nehezen sikerült kihajszolni, hogy legyen saját körzeted. Később gyermek rendelő is, ha nem is minden napra. Gyógyszertár kötődve a szociális otthonhoz, mert ők is onnan rendelnek. Illetve hát ugye egy lényeges elem volt, hogy a szociális otthonnak a teljes felújítása a szimszállóból. Tehát úgy gondolom, hogy ezeket szép lassan úgy fölépítettük, és akkor nézzük meg, mit tudunk kezdeni az iskolával. Akkor volt egy olyan felfogás, amivel a polgármester úrra, Andrásra egyetértettünk, hogy minden városrésznek legyen egy óvodája, egy iskolája minimum. Igaz, hogy tagiskola működik nálunk, de teljes körű felújítása a városban ennek az iskolának történt meg eddigiek szerint. Az óvodát bővítettük, tornatermet kaptak, a katolikus templomot, plébániát felújítottuk. Tehát mindezek szép lassan azok a területek kerültek napirendre, és nem megelőzve egyik kette a másikkal, hanem oly módon, hogy alap, és az alaphoz mi az, ami a legközelebb lehet, hogy úgy szoktam fogalmazni, hogy 10 embert érint, vagy 1000 embert egy-egy fejlesztés. Nem lebecsülve, hogy 10 embernek fontos, hogy ne legyen sára az utcájába, de összességében úgy számoltam mindig a fejlesztési menetet, hogy hány embernek van erre igénye és szüksége egy adott városrészbe, és hány ember fogja ezáltal jobban érezni magát otthon. Most azért elmondhatom már, hogy sokan otthonosan érzik magukat. Igen, sokan otthonosan érzik magukat, kötődnek a városrészhez. Mi is jól el vagyunk, sok a dolgunk a feleségemmel, mert gyermekek csinálják a saját dolgukat, ugye 3 gyermek van, meg 6 unoka, tehát mindenki szerencsére megtalálta azt, amit legszívesebben csinálna, tenne, venne, és így hát mi is a gyermekekkel kapcsolatosan is, meg a ház körül, meg egy kis hétvégi kis vityillongva is teszünk, veszünk. Tehát úgy gondolom, hogy jól érezzük magunkat ebbe a városrészbe. Van egy közös ismerősünk, nem mondom a nevét, mert hát, ha megsértődik, ő szeret itt lakni, Feketei Százréten, és ő nem is akar innen elmenni, pedig megtehetné egyébként gazdasági oldalról megközelítve, de ő itt szeret. Vannak hiányosságaink, szabadidőközpont, akkor a kalandpark, a erdei torna, vagy a parkerdő kérdése, hát ugye a körforgalom mindenek előtt, tehát van sok tennivaló, Palotai út felújítása, kész tervek vannak. Tehát amit még örökségként úgymond hagyok, és így egyeztünk meg a polgármester úrral is, hogy amit közösen megbeszéltünk dolgokat, azokat teljesen mindegyik ki lesz a képviselő, meg kell, hogy csináljuk, azt mondta. És ez úgy halad is ez a dolog lassan. Más a nagy léptékű fejlesztés, mert van ebben nagy léptékű fejlesztés, meg mások a napi apró dolgok. Azt kell majd egy idő után eldönteni, hogy melyik az a határ, amikor a képviselőnek még be kell avatkozni abba, hogy az árokba beledobnak egy szemetes vödröt, vagy pedig azokkal kell egy szoros kapcsolatot tartani, akik ezt kiszedik onnét. Meg figyelik, hogy ilyen butaságot ne kövessenek el. Ismert a dolog, hogy 15 kamera van a városrészben, tehát nem tudtuk bővíteni, mert sokan a személyiség jogokra hivatkoztak, azáltal, hogy hát belátnak az udvarába, belátnak, amikor éppen napozik a teraszon, és így tovább, és ez úgy leállt ez a rész. Pedig lenne rá igény, de egyelőre ez áll. 30 év alatt mindig független voltál.
lehet független képviselőként politizálni? Létezik valóban függetlenség? Nincs olyan, hogy független, tehát ezt ki kell mondani. Jól hangzik, de nincs összességében ilyen. Tehát nem léptem be egyetlen egy párt szervezetbe se, 90-ben lezárult az az időszak. Én nem léptem be egybe, de összességében együtt tudtam működni pártokkal, frakciókkal, és elsősorban a polgármesterekkel. Számomra mindig az volt a döntő, hogy az egyik polgármester mondta mindig, hogy van gazdája fekete egy száraz étrendnek, nem kell túl sokat foglalkoznom vele. Tehát ebből a gondolatsorból, ha kiindulsz, akkor egyértelmű, hogy nem vagy független, hanem együtt dolgozol a mindenkori városvezetéssel. Tehát ez, ha ki azt mondja, hogy ő független, akkor az körülbelül 4 évig tart a tevékenysége. Tehát nem tudja azt mondani, hogy ennyi ideig, ahogy most én itt alkottam, tudok dolgozni, mert ha nincs partnered, akkor nincs kivel dolgoznod. Tehát lehetsz független, meg jól nézel ki, hogy független vagy, de amúgy fölösleges ezt így hangsúlyozni. Hogyha így összességében nézd a 30 évet, akkor mire vagy a legbüszkébb, amit elértél? Ha a legbüszkébb az, hogy egyrészt ugye 2000 főről 6000 főre nőtt a lakólétszám, és ennek megvannak a miértjei. Tehát büszke vagyok arra, hogy több városrészt, hát úgy fogalmaznék, megelőzve, de olyan környezetet tudtunk teremteni, ami vonzotta ide az embereket. Nem volt döntő az, hogy most Öreghegy vagy Pelsőváros, mert itt is ugyanazokat a feltételeket meg tudtuk teremteni, mint a többi városrészben, és erre büszke vagyok. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és téged ismerve azt gondolom, hogy fogunk még találkozni. Én is köszönöm. Szó van róla, hogy esetleg valamilyen módon közreműködök a mindennapi életbe, de majd ez egy napokba, hetekbe eldőlhet. Addig nem vagyok időhöz kötve, csak a saját időmhoz, hogy végezzem az ház körüli munkát. Akkor most egy kicsit nagyobb energia üt ezekre. Így van, ja, és próbálok nem leesni még egyszer létráról. Köszönöm én is a lehetőséget. Jó munkát nektek is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket. Természetesen ezt a műsorunkat is megtekinthetik a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján. Köszönöm, hogy itt voltak. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.